A sátorai Újhelyi Szent István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium több évvel ezelőtt indította útjára az informatikai szakmai napot. Az intézmény összes diákja részt vesz az eseményen, valamint az általános iskolás 8-os diákok is. Az egész napos program keretében lehetőség nyílik játékos vetélkedőkön való részvételre, valamint az Erasmus Plus programban résztvevő diákok a külföldi utazásukról számoltak be. 10 éves hagyomány december elején, hol Mikulással összekötve, hol pedig adhok jelleggel, de mindig hétvégéhez időzítve, hogy minden diák részt tudjon venni. A szakmai nap igazából a bemutatkozásról szól. Itt vagyunk egymás mellett, többféle szakma, többféle képzés. Hadd lássák, hogy mi az, ami nálunk zajlik. Játékos vetélkedők egész délelőtt szünetekben, délután pedig versenyek, díjakkal. Ezt össze szoktuk kötni egy kicsit a marketinggel is. 7-es, 8-os diákoknak ilyenkor prezentációkészítő pályázatot hirdetünk, és ennek az eredményhirdetését is a mai napon fogjuk megtartani. Az előadásokat tekintve egy meghívott vendég vett részt az eseményen, aki bemutatta az informatika iránt érdeklődő diákoknak, hogy hogyan lehet etikusan hackkelni. Az előadásom során a szoftvertesztelésről lesz szó, manuális tesztelés, automata, illetve etikus hackerkedésről. Mi meg kell? Tehát, hogy én ez a tipikusan szeretem picit elviccelni a dolgokat, és sokkal inkább a fiatalok nyelvén próbálok kommunikálni erre, viszont a mi meg szerintem az egyik legtökéletesebb dolog. Sebes Péter, az intézmény igazgatója elmondta, hogy fontosnak tartják a szakmai napokon a fiatalok részvételét, hiszen mindig olyan témát választanak, amely érdekelheti őket. Egész délelőtt folynak az események, most is zajlik az átalakítás a plenáris ülésekre. Hívtunk előadókat, szerintem nagyon értékes, nagyon jó előadások. A fiatalokat foglalkoztató előadásokat próbáltunk idehozni, hogy mit jelent az, hogy etikus hekkelés. Ennek a kifejtése egész nap olyan programok voltak, ami az informatika világához kapcsolódik, hiszen az egyik nagyon fontos, minden ágazatunk nagyon fontos, de ugye az informatika is a legfontosabb ágazataink közé tartozik az intézményben. Az informatikai szakmai napon az érdekes előadásokat a diákok az osztálytermükben is hallhatták.